különleges dolog február 29-én születni. Ilyen helyzetben van Fekete Nagy László, Vasile is, a Máltai Szeretett Szolgálat szemesvári filiájának elnöke. Tegnap 28-án kellett megünnepelnie a 29-i születésnapját. Ezen alkalommal az idős otthon elmúlt egy évéről is beszélgettünk, ugyanis azon ritka helyek közé tartozik, ahol nem volt koronavírusos megbetegedés. Isten éltesse sokáig, tegnap volt a születésnapja, vagy elméletileg lett volna a születésnapja. Tulajdonképpen hány éves, és ebből hány születésnapot sikerült megünnepelni? Hát évem az van már elég, 69. Ó, és 17 és egy negyed évforduló van. Tehát csak 2000, most 3 év múlva lesz majd megint születésnapom, vagy születési évfordulom. Uh-huh. 72 éves koromban. Adja az Isten, hogy megéljem. Hát ez teljesen így legyen, mi is azt kívánjuk. De hogy egy kicsit komolyabbra tereljük a szót, tulajdonképpen ön a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozik, idősekkel foglalkozik, idős otthonba gondozzák őket, ételt szállítanak ki a város több pontjába idős személyeknek. Hogyan látja, hogyan telt nekik ez az elmúlt egy év, mert jóformán egy évvel ezelőtt mutatták ki a koronavírus jelenlétét Romániában? Hát elég nehéz dolog van, mivel hogy tavaly, ahogy én visszaemlékszem, azt hiszem február 27-én volt az első koronavírusos Romániában, és mi már másnaptól kezdve bezártuk az öreg otthont, karanténba léptünk, hogy nehogy valami történjen, csak utána fordtak ki a dolgok. Mint még mai nap is karanténban vagyunk az öreg otthonnál, tehát nem jár be senki. Az égen világon még a hozzátartozók is csak a kapuig jöhetnek, vagy WhatsAppon tudnak kommunikálni a gondozottainkkal. Nagy megpróbáltatások voltak. Tavaly nagyon-nagyon sok minden nem mentünk keresztül. Nagyon nehéz volt az alkalmazottainkat ott tartani, bent tartani, de sikerült, és az egyedüli egy dologgal, amivel tudunk dicsekedni, hogy egy napra se nem állt le az egyik programunk se, tehát se az idősek otthona, se a szociális kantin, se a házi gondozást, ezt mind megoldottuk, és azzal tudunk dicsekedni, hogy talán, ha ezzel lehet dicsekedni, hogy az egyedüli egy öreg otthon Temesvárról, és azt hiszem a Temes megyéből is, akinek nem volt koronavírusos betegje. Hát ehhez ez mindenképpen igen, lehet gratulálni. Az ennek a kérdésem, hogy az öregek hogyan élték meg ezt az egyedül létet, hogy nem kommunikálhatnak direkt a családdal? Én azt hiszem, hogy annyira megértők, és mi ezt úgy intéztük, hogy van okostelefon, meg tabletta, és vannak bizonyos órák, mikor tudnak hívni a hozzátartozók, és akkor tudnak, látják az időseket, de nem csak az, ha valaki itt van Temesváron, az eljöhet a kapuig, becsenget, és ha akar valamit hozni az idős személynek, azt átadja nekünk, mi átadjuk neki. Azt az idős szemét, aki ki tud jönni az udvarra, és tud járni, azt elviszük a kapuig, a kapunál van olyan hely, ahol látja a hozzátartozót, tud vele beszélni, tudnak kommunikálni, de nem szabad bejönni, csak az egyedüli egy dolog van, és ami nagyon-nagyon fontos, mióta ezek a problémák vannak, minket az állam kötelez arra, hogy az alkalmazottak minden héten tesztelik magukat, és az időseket minden két hétben teszteljük. Tehát ezzel a dologgal nagyon-nagyon nehéz volt először az alkalmazottakkal
meggyőzni őket, hogy ez kötelesség, ezt nem lehet úgy csinálni, de most már mindenki alig várja a csütörtöki napra szokott esni mindig, alig várja a csütörtököt, hogy teszteljék magukat, mert az alkalmazottak közül van, aki ingázik. Uh-huh. Tehát azoknak sokkal nagyobb a rizikó, hogy valahonnan össze tudják szedni ezt az egész vírustól. De úgy tudom, hogy az önök alkalmazottait már be is oltották, szerencsére megkapták a vakcinát. Az időseket sikerült-e beoltani, vagy azokat be fogják-e oltani? Dehogy nem. A 16 idősből, aki most bent van, jobban mondva már csak 15, mert az egyik néni sajnos 97 éves korában felment a mennyekbe, mert na, így volt, de nem koronavírussal vagy ilyes valamivel, meg lett tesztelve, és másnap szegény meghalt már, tehát, és negatív volt, tehát ez a dolog, tehát a 15-ből 13-an beoltották magukat az idősek közül is, az alkalmazottaink közül is nagyon sokan, egyesek nem akarják, ezt nem lehet kötelezni, oké? Mi is be vagyunk oltva, én is be vagyok oltva, jól vészeltük át az egész második oltást is, tehát nem volt nagyobb probléma. Habár az otthonban majdnem mindenkit immunizáltak, az intézmény továbbra sem fogadhat látogatókat, mert jelenleg törvény tiltja, hogy feloldják a vesztek zárat.